Ijesztő biztonsági kamera felvételek, amiktől garantáltan ma nem fogsz aludni. A YouTube-nak van egy sötétebb oldala, amit valószínűleg nem gyakran látsz, hiszen az emberek többsége nem ezt nézi. Viszont, hogyha mégis kíváncsi lennél ezekre, kérlek, tarts fel ebben a rövid videóban és nézzük meg őket. És iratkozz fel hasonló érdekes para tartalmakért, és kommentbe írd le, hogy te félősnek tartod magad, vagy sem kezdjük. Az első videót, amit elhoztam számotokra, körülbelül egy éve publikálták, és 12 000 ember látta csak, ami egy globális szinten nem túl nagy. A videó egy háznak a biztonsági felvételeit mutatja, azon belül például itt a konyhát. Egy momóra hasonlító ember mászkál, indokolatlan dolgokat tesz az egész felvétel alatt. A nő miután kipakolta már szinte a fele konyhát, mintha megőrülne. Közben láthatunk egy kisrácot, aki a saját szobájából jön ki. Nem tudni, hogy ez a nő egyáltalán kicsoda, akit a videókészítői momónak hívtak, de látszólag érthetetlen dolgokat csinál. Amire a kisrác lejött, már nem volt ott senki. Elég valószínű egyébként, hogy ez egy kisfilm, hiszen itt is például a kamerás az úgy láthatatlanná vált, vagy nem tudni. Na de a következő annál valódibb. Ahogy nézzük ezt a videót, már sejteni lehet, hogy nem egy építőmunkás, nem egy közszolgálati emberről van szó, hanem valószínűleg csak felkapott egy ilyen mellényt, mintha lenne valaki, na de nézzük meg, hogy mi lesz később. Látszólag benéz, hogy van valaki otthon vagy sincs, majd aztán még egyszer kopogtatott. Olyan, mintha kicsit stresszes lenne. Megpróbálta erőltetni kicsit az ajtót, megpróbált benyitni. Ahogy látod, mindezt egy kesztyűvel teszi meg, amit utána zsebre rak, mintha nem is lett volna ott. Aztán megbizonyosodott róla újra, hogy nincs benne senki, majd intett a bűntársának. Aztán látszólag elővette egy kis rádiót, és ott is beszélt valakivel. Látszólag, mintha lenne náluk több szerszám is, hogy be tudjanak jutni. Nem sokat időztek, egyből meg is próbáltak bejutni. Viszont a tervük elég hamar kudarcba fulladt, hiszen valaki rájuk szólt, hogy menjenek el azonnal az ajtótól, és el is rohantak. A háznak a tulajdonosát egyébként felhívták, és az ajtó csengőn keresztül beszéltek nekik. Get away from the door. Kentuckyban egy biztonsági kamera levideózott egy hatalmas tornádót. Hogyha érdekeltiteket, hogy ez hogyan is nézhet ki, itt egy rövid videó róla, ahogy is szinte már az autót is elfújja a szél. Persze léteznek egyébként ennél nagyobb tornádók is, csak azokat már a kamerák, ilyen kamerák nem feltétlen tudják rögzíteni. A következő férfi egy éjszaka közepén próbált betörni egy házba. Megkérdezte a ház tulajdonos, hogy mégis mit akar. Pontos helyesőnek a tulaj azt hitte, hogy az egyik fia próbál bejutni a garázsba. Aztán amikor kijött a tulaj, hogy megnézze, hogy biztos a fia jött haza, és segítsen neki bejutni, meglátta, hogy köze sincs a fiához, és ő egy behatoló. Hey! Hey! What do you need, dude? Sorry, I didn't mean to run into your house. Who the f***? Hirtelen fel se tudta azt fogni, hogy mégis hogy juthatott az udvarba be, és mit is akart, és hogy gondolta azt, hogy csak teljesen nyugodtan be fog sétálni, és hát szépen szólva elküldte a b***ba, és szerintem az emberünk az egész országból elfutott ezután. Szerintetek mit képzelt, hogy csak szimplán oda sétál majd, beengedik, hogy tessék, vigyed az értékeinket, vagy abban reménykedett, hogy nincs otthon senki? Kinyitnád ezeknek az embereknek az ajtót, csak azért, mert azt mondták, hogy rendőrök? Nem hiszem. Hajnali 3-kor kopogtattak egy háznál, többször is azt hazudták, hogy a rendőrségtől vannak. Amikor senki nem reagált, kopogott megint. Viszont most választ is kapott, megkérdezték, hogy segíthetnek-e. Erre csak azt válaszolták, hogy igen, a rendőrségtől vannak, és hogy lenne pár kérdésük. Viszont a ház tulajdonos valójában sejtette, hogy mi fog történni, mit akarnak. De a srácok nem vették észre, hogy van kint egy kamera. Visszakérdezett a nő, hogy rendőrség, és azt mondták, hogy igen. Közben a háztulaj kihívta a valódi rendőröket. Amikor elhallgatott a nő, újra megpróbálta kopogni. És még mindig ugyanazt ismételgette, hogy rendőrség nyisson ajtót. De nem sokkal később feladták, majd teljesen nyugodtsággal leléptek. Szerinted mi történt volna, hogyha beengedi őket? Ha élvezted a videót egyébként, kérlek iratkozz fel és nyomj egy lájkot. Ha esetleg érdekelnek túlszegmintes termékek, itt a leírásban megtalálod őket, nézz körül a shopban is, és írd le, hogy féltél valahol a videó közben vagy sem. Találkozunk legközelebb, sziasztok!